Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról meg tudunk. Megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a tíz parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet a videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Elérkeztünk a nyolcadik parancsolathoz, ez pedig nem más, mint ne lopj, ez ugye második Mózes sem volt, 20-as fejezet, míg 5 Mózes Deberi 5-ös fejezet, és ne lopj. Tehát elég egyértelmű maga az utasítás. Nézzük meg az eredeti szó jelentését. Strong's H1589. Ganev. Ganev. Ganev, mely egy ige, és 30 alkalommal lopni értelemben használja, valamint valamit ellopni, elvinni valamit, vagy pedig szállítani valamit. De általában lopás értelemben használatos, erről is számol be ugye a bibliai használat. Lopni, vagy el, valami, ami el van lopva, ellopni valamit, illetve, illetve lopakodva, és ellopni valamit. A strongs szótár szerint a ganáv szó az annyit tesz, mint ellopni, illetve vagy, pedig, vagy szó szerint, vagy pedig átvit értelemben ellopni, illetve megtéveszteni valakit, elvinni valamit, vagy pedig titokban szállítani valamit, ellopni valamit, vagy pedig megszerezni valamit lopakodva. Érdekes az, ami a Heber-Kádéusi lexikonban van, az elsőleges jelentése lopni, illetve valamit ellopni, el, elvenni úgy, hogy lopás által, vagy pedig titokban. Ezen kívül van egy másik jelentése, az pedig az, hogy megtéveszteni valakit. Meg fogjuk nézni majd természetesen mind a kettőt. Érdekes módon mindössze. 39 alkalommal szerepel ez a kifejezés a Tanákban, az úgynevezett Ótestamentumban, és ebből 7 szer 1 Mózes 31, az Peresít 31-es fejezetben szerepel. Nézzük meg, hogy hogyan fordul elő, és mi az, amit ebből megtudunk. A történet ugye arról szól nagyvonalakban, hogy lábán elmenekül Jákob, és elviszi az egész saját házanépét, az egész családját, rákelt, és mindenét, ami van, anélkül, hogy lábán tudtára adná ezt. Ez a történet háttere, érdemes elolvasni az egész fejezetet. Mi a 19-es versnél fogunk bekapcsolódni. Lábán pedig elment vala juhait nyírni, azon közben ellopál rá kell a házi bálványokat, melyek atyánál valának. Ugye ez a kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy rá kell ellopta ezeket a báványokat, ezek kis szobrocskák, képek, amelyeket a pogányok használtak, mint isteneket, ezek azok, melyeket rá kell magával akart vinni. Tehát ebben az értelemben az ellopá szó szerint azt jelenti, hogy magával vitte. Érdekes módon a, más, a következő versben pontosan, hogy az ellenkezőjét jelenti, illetve más értelemben használja. 20-as Jákob pedig meglopás sírja beli lábának szívét, mivel hogy nem ad át tudtára, hogy szökni akar. Úgyhogy az első elég egyértelmű, hogy szó szerinti értelemben lopást jelent, ami azt jelenti, hogy hogy ugye bármi fizikális dolgot elvesz, ami nem az ő tulajdonát képezi. Azonban a 20-as versennél egy kicsit összetettebb, hiszen Jákob meglopálában lábán szívét azzal, hogy nem adta tudtára azt, ami az ő terve volt, azt, hogy el fogja vinni, el fog költözni tőle. Igazából nem is, a probléma nem is az lesz, hogy magával vitte a tulajdonát, hanem a probléma inkább az, hogy nem szólt lábának erről, és eltitkolta. Tehát a lopás olyan értelemben szerepe, mint eltitkolni valamit, illetve gondolom azt is, hogy lábának rosszul esett a bizalomnak a hiánya, ilyen értelemben is érti ezt. De nézzük, hogy mit is mond maga az írás erről. 21-es vers. Megszökik tehát mindenestől, és felkelvén által méne a folyóvízen és Gilead hegye felé tart, tehát megszökött, ugye Lábántól. És mikor harmadnapra megmondák Lábánnak, hogy Jákob elszökött, maga mellé vévén az ő rokonait, hét napi járóföldig űzőket, és eléri a Gilead hegyén. Ugye Lábán ebben a pillanatban utolérte a menekülő Jákobot és a csapatát. 24. Elohim pedig megjelenék a síria beli lábának éjjel álomban, és mondanék ki, vigyázz magadra, Jákobnak se jót, se ne szólj. Ugye Elohim figyelmezteti lábán, hogy Jákob az ő jóváhagyásával teszi, amit tesz, illetve hogy nehogy bármit is tegyen ellene. Mikor eléri lábán Jákobot, és Jákob a hegyen voná fel sátorát, lábán is kilát hegyén voná fel az ő rokonaival egybe, Ugye megérkezett utólért és letelepedik mellé, és mond a lábán Jákobnak, mit cselekedtél, hogy megloptad szívemet, és lányaimat, fegyverre nyert foglyokként vitted el. Megismétli azt, amit már a 21-es versben, bocsánat, a 20-asban is, hogy meglopta lábának a szívét azzal, hogy, hogy ellopta a lányait, és titokban ment el, anélkül, hogy őt figyelmeztette volna, vagy bármit is szólt volna neki. Miért futottál el titkon, s loptál meg engem? Miért nem jelentetted nékem, hogy elbocsátottalak volna örömmel, énekszóval, dob és hegedű szóval? A probléma nem az volt, hogy ő szeretné visszakapni a tulajdonát, illetve azt, ami az övé, hanem a probléma az volt, hogy nem jelentette neki, és titkon, ment el és hagyta el. Hiszen elbocsátotta volna ő örömest, és hozzájárult volna ez a döntéshez, azonban így meglopta a szívét, hiszen nem árulta el neki, nem, nem, fordult bizalommal hozzá, egyrészt, másrészt pedig a háta mögött cselekedett titkon. 28. És nem engedted meg, hogy megcsókoljon fiaimat, lányaimat, ez egyszer bolondul cselekedtél. A problémája ez volt, hogy, hogy nem, nem fordult hozzá bizalommal és nem jelentette be neki, és a háta mögött cselekedett. Ha világgyorsan megnézzük, hogy mi is ez a szó titkon, akkor rájövünk arra. Strongs 2244, Hava. Hava. Hava, ami annyit tesz, hogy elrejteni valamit, vagy titokban, elsősorban a használata annyit tesz, hogy valamit visszavonni, vagy elrejteni, és Akár úgy, hogy elrejteni saját magát, az ember elrejti magát, vagy pedig, hogy ilyen szituációba kényszerül, hogy elbújjon, elbújni, elrejtve lenni, illetve visszahúzódni, elbújni. Ennyit jelent a strong definíció pedig annyit tesz, hogy titkolni valamit, vagy pedig elrejteni valamit, valamit titokban tenni és a héberi, illetve a kádeusi lexikon úgy magyarázza a szót, hogy elrejteni valamit, és ugyanazokat nagyjából, amit eddig hallottunk. Ha megnézzük a piktografikus jelentését, akkor azt látjuk, hogy egy het, egy bet és egy alef alkotja a szót. Ugye a het az egy kerítés, a bet az a ház, míg a, az Alev az pedig egy ökörnek a feje, ami a háznak a vezetőjét jelenti, a családfőt jelenti, a Bet jelenti a házat, míg a Het, ugye a kerítést, tehát kerítése vonja körül a házat a vezető, illetve egy erővel vonja körbe, így titokban tartja azt, ami bent van. 29-esben így folytatja lábám, volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atyátok hatalmassága tegnap éjszaka megszólíta engem, ezt mondanám vigyázz magadra, hogy Jákobnak se jót, se rosszat ne, szó. Ugye elmondja neki, hogy figyelmeztet a eh, Elohim, hogy ne szóljon semmit Jákobnak. Hogyha pedig immár el akartál menni? Ugye ismét visszatérünk a szó szerinti jelentése ebben a versben, arról beszél, hogy ha már el akarta őt hagyni, mivel hogy nagy kívánsággal kívánkoztál atyád házához, hiszen honvágya volt, és úgy érezte Jakob, hogy már az az életforma, ami lábánál van, lábánnál történik, az nem való számára és a családja számára. Miért loptad el az én hatalmasságaimat, vagy Istenemét, ugye a báványokat, melyeket rá kell elhozott magával. Tehát ismét egy szó szerinti jelentése utal az, hogy miért loptad el, miért hoztad el titkon az én báványaimat. Nézzük meg, hogy mi az oka annak, hogy Lábán, illetve Jákob meglopta Lábánnak a szívét. Felevén Jákob mondta Lábánnak, mert féltem, mert gondoltam vala, hogy talán elveszed a te lányaid a tőlem. A félelem volt az oka annak, hogy titkon elhozta ezen meglopta lábán szívét. Ez a szó, hogy, hogy féltem, ez pedig a Héber szó. Strong's H3372. Ami félelmet jelent, egy ige formájában, tehát félni, vagy megijedni, illetve bármi, ami, ami ijesztő, rettenetes ezzel kapcsolatos. Elsősorban azt jelenti, hogy félni, megijedni, vagy pedig tisztelni valakit úgy, mint imádni, mint ahogy az ember a teremtőt féli. És ezen kívül jelenti még azt is, hogy csodálattal tekinteni valamire, vagy csodálni valakit, illetve ugye Ismét előkerül az, hogy tisztelni, imádni úgy, mint ahogy az ember a teremtőt imádja, tisztelni valakit, illetve becsülni valakit szintén félelemben lenni, megrettenni, megijedni, ezt is jelenti, megdöbbenni, csodálattan nézni valamire, és bármi, ami arra inspirál minket, hogy, hogy imádjuk. Vagy ugye a, itt ugye az igaz félelem, az isteni félelemről beszél. Megijeszteni valakit, megrettenteni valakit. Ezt is jelenti a Strongs definíció, szó szerint félni annyit jelent, vagy pedig imádni spirituális értelemben valamit. Megijeszteni valamit, meg, megijedni, félelemben lenni. A héber Kádeusi Lexikon pedig szintén arról számol be, hogy ugye érdekes módon azt írja, hogy remegni a félelemtől az egyik jelentése, illetve ilyen értelemben használja elsősorban félni vagy megijedni, ezt jelenti azonban szintén utal arra, hogy félni, vagy pedig tisztelni valakit ilyen értelemben imádni, tisztelni, becsülni valakit, így nézni rá, A szintén ezt jelenti ezt a szót. És bármi, ami, ami tisztelünk, ugye tisztelve lenni, vagy fél, félve lenni, ugye ez szintén, tehát az, akit tisztelünk, az szintén ezzel a szóval fejezzük ki, ugye magát azt a nagyra becsülésünket, a, a tiszteletünket, valamint azt, hogy mennyire rettenetes vagy félelmetes ez a dolog. Azért akartam megmutatni azt, hogy a titkon, illetve a félte, mit jelent a félelem, illetve az, hogy, hogy titkon elfutott, hogy lássuk azt, hogy mik, a, mik lehetnek az okai annak, hogy az ember elköveti ezt a tettet, ami ugye lopás, tulajdonképpen Jákob is, és Rákel is elkövette. Azonban látjuk azt, hogy igazából egyik sem ártott ezzel lábának, és el is marad a büntetésé. Nem azt akarom mondani, hogy lopni, nem azt akarom arra bátorítani senkit, hogy lopjon, vagy így éljen. Azt mondom, hogy érdekes az, hogy az a parancsolat maga az, hogy ne lopj. Ennek ellenére látjuk azt, hogy két, két igaz ember is elköveti, és igazából mégsem ártanak Senkinek. Azonban következményei mindenképpen vannak, és szerintem ez egy sokkal bonyolultabb történet annál, mint hogy most lenne időnk rá, hogy teljesen felboncoljuk. Azonban nézzük meg, hogy mi, hogyan folytatódik maga ez a történet. 32. vers. Akinél pedig megtalálod a te hatalmasságaidat, isteneidet, ne éljen az, Atyánk fiai előtt vizsgáld meg, mit van nálam, és vidd el, mert nem tudja valé Jákob, hogy rá kell lopta el azokat, ugye. Rá kell ellopta ezeket a, az isteneket, azonban ezzel jó tett végül, majd ugye meg fogjuk ezt látni, hiszen lábánnak megfosztott ettől és később ezektől megszabadulnak. De a lényeg az, hogy azt állítja Jákob, hogy halljon meg az, aki ellopta, nem tudván, hogy rá kell ellopta. Ami azt akarom ezzel megmutatni, hogy ha megtalálta volna lábán, akkor óriási probléma kerekedhetett volna belőle, hiszen azt mondta, hogy halljon meg az, így érdekes lett volna az, hogy lábán mire gondol. Szóval a lopásnak vannak következményei, és az egyik probléma az, hogy bár az, aki elköveti, tud róla, a többi ember nem tud róla, hiszen titkon követi el, és így akár félelemből, akár, akár jó szándéka, akár pedig nyerészkedni akar, más embereket is be fog vonni ezzel a cselekedetbe. Ez a probléma leginkább a lopással, hogy egyrészt megkárosítunk másokat, másrészt a, a többi emberre is hatással van az, a cselekedet, amit, amit elkövet az. Beméne tehát lábán 33 Jákob sátorába, le a sátorába, a két szolgáló sátorába, és nem találja meg, akkor kiméne le a sátorába, és méne rá kell sátorába. Ugye átkutatja a sátrakat, és nem találta meg, eljut rá kell sátorába, rá kell pedig vette vala a házi báványokat, és tette vala azokat egy tevének nyergébe, és rájuk ülé. Ugye rá kell nem hagyta ott a sátorban, hanem ráült. Lábán pedig felhányá az egész sátort, és nem találta vala azokat. Ugye nem találja meg nyilván, hiszen azon ő rá Akkor mondta az ő atyának. Ne haragudjék az én uram, hogy fel nem keltek előtted, mert asszonyok baja van rajtam, keresé tehát, de nem találá a A következő probléma az, hogy bár nem tudjuk, hogy rá valóban az asszonyi baja volt, vagy sem, de amennyiben nem, így euh, hazudni kényszerült, amiatt, amit elkövetett. Tehát folyamatosan az ember egyik problémából a másik problémából keveredik azért, mert euh, megszerzett valamit, ami nem az övé. Titokban. Ilyen vagy olyan módon, de rá kell Hazudott is, tehát a, a szüleinek, a, az apjának. Amennyiben azonban nyilván az asszony baja volt, akkor ez egy szerencsés véletlen. Azonban ez nem derül ki ebből. Nézzük, hogy milyen további következményei vannak annak, hogy rá kell ellopta ezeket, és megszerezte titokban, ami nem az övé. Jákob pedig harag, haragra gerjedes feddődék lábánna a következménye az, hogy nem csak az, hogy hazudni kényszerülnek, hogy, 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 problémákat okozott volna, ha megtalálja, hanem az, hogy már Jákob haragra gerjed. megszólal -e Jákob, és mond a lábának, mi a vétkem, és mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél? Bezzeg minden holmimat felhánytad. Mit találtál a magad házi holmia közül valót? Add elő itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettünk között. Szóval már Jakob haragra gerjedt azért, amit lábán csinál, hiszen ő úgy gondolja, hogy mint ahogyan ő is senki más nem hozta el ezeket a bálványokat. Azonban nem tudja, hogy rá kell titokban elhozta. Szóval tovább romlik a helyzet, az amiatt, amit az ember cselekszik, titokban mások tudta nélkül, főleg úgy, hogyha másoknak a dolgait megszerzi ezzel. Én már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid, kecskéid nem vetéltek el, s nyájaid, kosait nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt, tőlem követelted nappal, a, nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is. Szóval megigazolja az Jak Jakob, amit csinált, azzal, hogy ő becsületes volt mindvégig, és semmit soha nem hozott el, ami az ő, és sőt, még azt is, amit a vad megszaggatott, megfizette neki, ugye ez az éjjel lopott, nappal lopott. Tehát bármi, ami eltűnt, azt ő rajta követeli lábán ennek ellenére, és ő ezt mindig meg is fizette. Haladjunk tovább ettől a történetől, és nézzünk meg néhány rendelkezést, ami ezzel kapcsolatban találunk. Másik mozis sem ott. Egyes fejezetben. 16-szító, aki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. Ugye az az érdekes, hogy. hogy bár a ramszolgaság bizonyos formái, azok megengedettek, embert lopni mégis halálos bűn ugyanúgy, ahogyan az ember, ahogyan a házasságtől is, vagy pedig a gyilkosság az. És aki ezt teszi, és rajta kapják, vagy aki elad valakit, az, az halállal lakol. Ugye érdemes, érdemes elgondolkodni a rabszolgakereskedelmen, kereskedelmen, ami a történelem során átvonul. Nyilván ez az ember társairól beszél, a héberekről, aki a közösségen belül ezt teszi, de akkor is az ember lopása, eladása az halálos bűn. Második mozeg sem ott, 22-es fejezetben ennél több, és kiderül a lopásról. Elsőves így szó, ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja, vagy eladja azt, 5 barmat fizessen egy ökrét és 4 jót egy bárányért. Ez ugye állatnak az eltulajdonítására vonatkozik, amiután már nem tudják azt visszaállítani a tulajdonoshoz, ekkor 5-szer annyi tehenet, illetve 4 annyi bárányt adjon vissza. Ugye ez a szabály a lopás esetén. Második érdekesebb, ha a ház fölverésén kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta. Ugye ez arról szól, hogy amennyiben, amennyiben rajta kapnak valakit betörésen, és az megverik, vagy bármi módon megölik, az nem számít bűnnek. Azonban hármas, ha rásütött a nap, vérbűn van miatt a fizesen. Azonban, ha nappal történik mindez, akkor az már gyilkosságnak számít, és ezért büntetés jár annak, aki ezt elköveti. És... vagy pedig ugye vissza kell fizetnie azt, amit el akar tulajdonítani. De egy gyilkosságnak számít, hiszen ezt meg kellene fizetnie, amit ellopott. Ha pedig nem tudja, akkor eladják a tolvajságáért mint szolgát. Négyes vers. Ha elevenen kapják kezében a lopot, jószágot, akár ökör, akár szamár, akár két annyit fizessen érte, ugye, míg hogyha nem tudják vissza, akkor négyszer-ötször annyit, amennyiben igen, akkor kétszer annyit kell visszaadnia. Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, azaz lelegelteti, úgy, hogy barmát elereszti, és az más mezején legel, úgyhogy másnak a tulajdonában van a legelő, mezeének javából, a szülőinek javából fizesse meg a kárt, akkor vissza kell fi fizetnie a kárt annak, aki, akinek ezt a kárt okozta. Végolvassuk az összes, mert szerintem mind valamilyen úton módon a lopás kategóriájába tartozik, és remélem, hogy értető az, hogy lopás akár szándékosan, akár, akár véletlenül, mint egy baleset, Mindenképpen következményekkel jár, de nem minden esetben halálos bűnről van szó. A, tíz, a hatos is ebbe a kategóriába tartozik. Ha tűztámad és tövisbe kap, és megég az asztal, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező, fizesse meg a kárt, aki a tüzet gyújtotta. Ugye ez is valamilyen formában lopás, hiszen hiszen az ember elveszíti a, a tulajdonát az át, ahogy felelőtlenül valaki tüzet gyújtott. És ez kártérítés a, a büntetés. Ha valaki pénzt vagy edényeket állt fele barátjának, megőrzés véget, és ellopják annak a férfiúnak házából, ha megtalálják a tolvajt, fizessen két annyit. Ugye az edények, más kategória, mint az állatok, vagy az emberek kétszer annyit kell fizetnie, ismét, ha, ha elvesztette. Valaki, ha valaki valakitől ellopták, nyilván a tolvaj fizeti ezt meg. Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák elejébe, hogy nem nyújtotta ki a kezét az ő bará, felebarátja vagyonára. Amennyiben nem találják meg a tolvajt, akkor a ház urát fogják megvizsgálni, hogy nem-e ő az, aki ezt ö, elkövette. Szóval mindenképpen felelősségre vonás követi a, az eseményt, de korán sem olyan egyértelmű, mint azt szerintem a legtöbben gondolják. És még egyszer nem arról van szó, hogy nyugodtan lopjon mindenki kísértéket, vagy nagyobb értéket, inkább arról, hogy, hogy egyszerűen azért írta le a szabályrendszert, mert ő így tartotta igazságosnak. Nekünk nem kell új szabályrendszert kitalálni, vagy súlyosabb büntetéseket kigondolni, hiszen a teremtő az, aki meghatározza a büntetést. 9-es vers, így szól. Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, jó ruha, akármi elveszett jószág az, amiről azt mondja ez az, mindkettőjük ugye a bírák elejébe menjen, akit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő fele barátjának. Ugye, aki azt mondja, hogy... Aki vádol, azzal, azzal hogy, hogy elmondja, hogy ezt és ezt hagytam nála, illetve a másik, akinél hagyta mindkettő a bírák elé kerül, és egy tárgyalás során eldöntik, hogy mi is legyen az ítélet. És kétszer annyit fizet, amennyiben bűnösnek találtatik az a gazda, akinél megőrzésre hagyták. Még mielőtt elfelejtem, ha belegondolunk abba, hogy hogyan működik a világon az ítélet hozatal és a büntetés végrehajtás, akkor látjuk, hogy elég erőteljesen eltértünk ettől, hiszen arra egyáltalán nincs lehetőség, hogy az ember megfizesse azt, amit ellopott, legalábbis a legritkább esetben, hanem azonnal valamiféle, valamiféle szabadságvesztéssel sújtják az embert, azaz tulajdonképpen eladják szolgának. Tízesves, ha valaki szamaradt, ökröt, bárányt, vagy akármiféle barmotád az ő felebarátja gondviselése alá, azaz rábízza, hogy vigyázzon rá, és az elhull, megsérül, elhajtatik úgy, hogy senki nem látta, azaz nem tudja visszakapni már. A ja, huára való esküvés legyen kettejük közt, hogy nem nyújtotta ki kezét felebarátja vagyonára. Meg kell esküdnie arra, a teremtő nevére, hogy ő neki ő nincs köze ehhez. És ezt fogadja el annak ura, és a semmit se fizesse. Most képzelje ezt mindenki, hogy ezek az emberek így, így oldották meg ezeket a problémákat. Hogy megesküdött arra, hogy nincs köze hozzá, és a gazdának el kellett fogadni ezt az esküt. 12-es vers, azonban így, szó, ha pedig ellopták tőle, Megfizesse az urának. Tehát amennyiben ellopta valaki, az azt jelenti, hogy nem vigyázott rá, így ő is részese ennek a, az eseménynek. Nem annyira, mint a tolvaj, hiszen csak meg kell fizetni, és nem ugye négyszer-ötször annyit, de mindenképpen felelősséggel tartozik, amennyiben nem, nem vigyázott rá. Ugye az elhullás, a sérülés, vagy az el, a, a, ha elkóborul, az nem számít. Azonban, ha ellopják tőle, az igen. Ha széttépetett hozza el az bizonyságul a széttépetet nem fizeti meg, amennyiben ugye más állat átahull el. Ha valaki kölcsönkér az ő fele barátjától, és az megsérül, vagy elhull urának távol fizesse meg a kárt. Ugye a kölcsönt meg kell téríteni, amennyiben az ember nem tudja visszaadni azt, amit kölcsönkét. Ha ura vele van, ha azonban a gazda vele volt, nem fizet. Ha bérbeadatot, akkor a bére a kárpótlás érte, amennyiben eltűnik. Látjuk azt, hogy pontosan kidolgozta a ja azt, hogy mik a büntetések, illetve hogyan is oldjuk meg azokat a helyzeteket, amikor valamit eltulajdonítanak, bármi, bármi legyen is az, és ezek azok a dolgok, amiket ő igazságosnak tartott, míg a világ eléggé más elveken működik. Három Mózes Vaikra 19, 19-11-es vers így szól, ne orozzatok, azaz ne lopjatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. A lopás, a hazugság, illetve az átverés az egy kategóriába tartozik, ezért írja egy versben. Hiszen aki hazudik, az tulajdonképpen szavakkal meglopja, ahogyan Jakob és később Rebeka Esetében is a, azt, akit megkárosítanak, illetve természetesen a helyzet majdnem ugyanaz abban az esetben, amikor átver valaki vala, ö, egy másikat vagy valakit. Magyarul a lopás nem csak ö, fizikális dolognak az eltulajdonítása, hanem hanem bármilyen módon, amikor valamilyen fortéja vagy titokkal megkárosítunk valaki A saját ö, saját ö, hasznunkra. 5 Mózes Reberim 24 megismétli a korábban hallott parancsolatot, hogyha rajta kapnak valakit, aki embert lop az ő atya fiai közül, Izrael fiai közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt, halljon meg attól az a tolvaj, így tisztíts ki a gonoszt te közüled. Ugye a probléma az, hogy minden olyan cselekedet, ami a törvények ellenére van, az gonosz, és amennyiben beengedjük azt a közösségbe, onnantól kezdve az elkezd terjedni, mint egy, mint egy korság, mint egy betegség. Ezért mondta azt, hogy írtsák ki a közösségből, hiszen, hiszen tudja pontosan azt, hogy mi a következménye annak, hogyha nem, nem kezeli a helyzetet a legelején. Nézzünk meg még néhány érdekes verset. Ez például beszéljük Misli hatos fejezet. Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik. És ha rajta kapatik, hét annyit kell adni az ő házának minden marháját érette adhatja. Ugye arról van szó, hogy nem ítélik el, úgymond morális értelemben azt, aki azért lop, amikor éhezik, azonban hétszer annyit kell fizetnie, akkor is, hogyha minden rámegy azért, amit tett. Szóval a büntetés megkapja annak ellenére, hogy nem nem vetik meg, úgymond, azt, aki azért lop, mert éhezik. Sőt, nem csak, hogy, hogy vissza kell fizetni, hanem úgy tűnik, hogy súlyosabb büntetés kap, mint bárki eddig, aki, aki eltulajdonított valamit, hiszen a marha esetén is csak 4-5 volt, és kétszer annyi általában, úgyhogy itt 7-szer annyit kell fizetnie. Salamon így ír példabeszélek Misli 30-as fejezetben, és ez érdekes, hogy hogyan, hogyan, is szeretné ő elkerülni azt, hogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy lopjon. És mi is az, ami számára lopás? Hetesves hát, kettőt kérek tőled, ez ugye a huához szól, ne tarts meg én tőlem, mielőtt meghallnék. Azt szeretné, hogy ez a két dolog beteljesedne az ő életében. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hiába valóságot és a hazugságot messze távol el tőlem, azonban számunkra fontos az a szegénység vagy a gazdagság. Miért is akarja, hogy elkerülje ez a két dolog, és inkább annyi legyen neki, amennyi mindig elegendő ahhoz, hogy éljen hogy meg elégedvén, meg ne tagadjalak, ugye amennyiben gazdag és túl sok van neki, nehogy megtagadja és elfelejtse a huát. És azt nem mondjam, kicsoda csoda hogy azt gondolja, hogy saját maga az, aki miatt abban a helyzetben van, és a büszkesége és a kevésége erőt vegyen rajta, vagy pedig, vagy pedig megszegényedvén ne lopjak és gonoszul ne éljek, az én hatalmasságom nevével. Ugye nehogy az legyen, hogy szegény, és nincs, nincs mit ennie, és ezért bűnt kényszerül elkövetni, illetve kárhoztassa Jakuát azért, mert, mert nincsen elegendő. És erről beszél itt. Szegénység és a gazdagság mindkettő probléma, és Salamon ezt nagyon jól tudja, hiszen az egyik büszkeséghez vezet, a másik viszont bűnhöz vezet. Alapvetően mindkettő bűn. Misli példabeszédek 9-es fejezet 13-as így szól. Balgaság, asszony, fecsegő, bolond és semmit nem tud. Ugye balgaság az ostobaság, minden ostobaság, ami a hua szaván kívül e, tulajdonképpen tudás. Mindaz a balgaság ezért hívja egy fecsegő asszonynak, egy bolondnak, ami semmit nem tud. Hiszen az ő szava az igazság azon kívül a többi balgaság. És leült az ő házának ajtajába székre a városnak magas helyein, hogy hívja az utonjárókat, akik egyenesen mennek útjukon. Természetesen ez egy szimbolikus kép, amit, amit fel, felépít most itt előttünk. Az egyik, ugye az az, az asszony, aki a háza ajtajában ül, vagy aki kiül a magas helyre, ahol mindenki látja és várja az úton járókat, akik haladnának a helyes úton, azonban a balgasság eltéríti az embert a helyes útról, az, hogyha nem a teremtő szabályai szerint, instrukciói szerint élünk, és nem az ő szavára hallgatunk, ami az igazság, hanem a saját fejünk után megyünk, vagy más emberekre hallgatunk eltérít az egyenes útról, és a balgaság mindenhol ott van, a leg, legalapvetőbb helyeken, szem előtt van mindenhol, mint egy fecsegő asszony, hogy mindenhol ott van, és az ember próbálja eltéríteni az egyenes útról. Nézzük meg, hogy ki is a balgatag, ez pedig kiderül. Zsoltárok 53-as fejezetből tehelim 53, másik vers. Ezt mondta a balgatag az ő szívében, nincs Elohim. Megromlottak, utálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Elohim letekint a mennyből, az emberek fiaira, hogy meglássa, van-e értelmes, az az értelmes, aki Elohimet keresi. Aki megromlott, aki utálatos hamisságot cselekszik, és nincs, aki jót cselekedik, ez a balgatag. Erről beszél itt, balgaság asszony az, aki nem a mindenható útját keresi, Elohimet keresi, hiszen az ő útja a Zsoltárok 119, Tehelim 119, 29, a hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg az igazság útja az ő törvényei. Az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem. Az, aki egyenesen menne az úton, az 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 ember, aki az igazság útját választja. Ez pedig a te ítéleteid, a te bizonságaid, a te parancsolataid, a te rendeléseid, és ez az ő útja. Így szól Balgaság asszony, ki együgyű, térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja, a lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges. Így csábítja el a Balgaság útja azokat, akik nem az igazság útján járnak. Akik nem az igazság útján járnak, azok nem követik a parancsolatokat, a rendeléseket, a törvényeket és a bizonyságait. Azok nem az igazság útját választják, és azokat elő vagy utóbb Balgaság el fogja téríteni. És azt mondja, hogy a lopott víz édes, a titkon való étel gyönyörűséges. És az nem tudja a Balga hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. A balgaság eltéríti az embert, és bűnre csábítja, és a lopott vízédes, titkonvaló ételt gyönyörűséges, ez ugye arra vonatkozik, amit az ember titkon csinál, lopcsa, hazudik, és ez mind egy kalap alá veszi, és ez élet nélkül való helyre vezet, és a pokol mélyébe rántja le az embert. Így csábítja el a balgaság az embert a helyes útról, azt, aki nem keresi a teremtő útját. Például beszélek Mésli 29-es fejezet, így szól, aki osztó, osztozik a lopóval, gyűlöli az magát, hallja az esküt, de nem val. Bárki, aki részt vesz ebben a cselekedetben, az mind, az mind ugyanolyan bűnös, mint amilyen maga a tolvaj. És aki nem beszél erről, és tud róla, az szintén osztozik a, a, lopónak, illetve a tolvajnak a büntetésében. Nem csak itt, ugye természetesen abban a rendszerben, ahol a bírók ítélkeznek, hanem a előtt is felelős. Ugyanerről beszél Ézsai és Iáho egyes fejezet, fejedelmid megáltalkodottak és lopóknak, tolvajoknak társai. Mind szereti az ajándékot, a vesztegetést és vesztegetést hajház, árvát nem pártolnak, és az özvegy ugye nem kerül eléjük. Ugye a vesztegetés és az ajándék szintén a lopás kategóriába tartozik. Úgyhogy nem csak az, amikor elveszünk más tulajdonát, becsapunk valakit, titkon megszerzünk valakit, nem mondunk el valamit, vagy pedig eltitkoljuk az igazat, hanem ugyanúgy, amikor ajándékot fogad el az ember, vagy megvesztegetik az ember, ez szintén lopás, hiszen meglopja azt, akinek az ügyében eljár, és elfogadja ezt az ajándékot azért, hogy más kimenetele legyen az ügynek, vagy, vagy befolyásolja az ő ítélőkészségét. Jeremi Yahoo, Jeremiás 23-as fejezetben így ír, 29-es vers, ez Yahoo beszél. Nem olyan él az én igém, mint a tűz, azt mondja Yahoo, mint a sziklazúzó pörög. Ez ugye a szó, az ő igéje, a törvények, a parancsolatok, a rendelések, amikről szó volt eddig, ez az ő szava azért ímé én a profétákra támadok, azt mondja Jahua, kik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától. Ímé én a profétákra támadok, azt mondja Jahua, akik felemelik nyelveket, és azt mondják, Jahua mondja. Azokra támad, akik hazudoznak tulajdonképpen, és az ő nevében teszik ezt, ímé én a profétákra támadok, akik hazug álmokat profétálnak, azt mondja Jahua, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal, hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használtak a népnek, ezt mondja Jahua. Szóval lopni, nem és csalni, nem csak úgy lehet, ha fizikálisan gondolkodik az ember, hanem úgy is, ha valaki hazugságot beszél, vagy pedig hízelkedik a másiknak, hiszen a hízelkedés sem az igazság. Ugye, hogy áll ez a póló? Nagyon jó, nagyszerű. Közben meg azt gondolom, hogy úgy nézel ki, mint egy töltött galap. Ugye a hízelkedés épp olyan probléma és lopás, csak nem szó szerinti értelemben. Megcsalni az embereket, azáltal, hogy az ember hazudik, vagy hízelkedik, az is problémát okoz. Természetesen akkor főleg, hogyha ezt mindet Jakua nevében teszi az ember, hiszen félrevezeti azokat az embereket, akiknek hazudik. Így ezáltal szintén lopást követel, csak átvitt értelemben. Végeredményében pedig mindegy, hogy balgaság miatt, ostobaság miatt, butaság miatt, vagy szándékosan követél az ember, vagy jót akar, ahogy láttuk az előbb, mindenképpen vállalnia kell majd a felelősséget a tetteért. Zakari Zakariás ötös fejezet, így ír az első vers. Azután ismét felemelém személyemet, és látám, hogy ímé e egy könyv repül vala, természetesen a könyv hú a szava. És mondá nékem, mit látsz, és én mondám, látok egy repülő könyvet. hosszat, hossza, a széle. Ezt mondaná nékem, ez ugye jahú. Ez az átok, amely kihat az egész föld színére. Az átok maga a törvény, hiszen ez az, ami megítéli az embert. Az átok a bűn következménye. 5 Mózes 27 az egyik példa arra, amikor felsorolja, hogy milyen átkok, és az 5 Mózes 28 szintén felsorolja az átkokat, amik azokra szállnak, akik megszegi a törvényt. A törvény megszegése átkot von maga után. Ezért mondja, hogy ez a könyv az átok. Miért? Mert mindaz, aki lop, ehhez képes fog innen kiirtatni. És mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képes fog innen kiirtatni. Hiszen a könyv meg fogja ítélni az egész föld színét az ő parancsolatai alapján. Erről beszél, hogy ez átok. Úgyhogy mindaz, aki lop, és aki hamisan esküszik, ki fog írtatni innen. Mindjárt meg fogjuk nézni a legvégén, hogy miért is ekkora probléma a lopás és a hazugság. Négyes vers, kibocsátom ezt szól, seregeknek hatalmassága, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, megemészti azt, és annak fájt és köveit. Elpusztítja azt az embert, aki lop, csal, hazudik, hamisan esküszik, hiszen ez mind-mind megkárosítja a másik embert. És pontosan ez a cselekvés az, ami problémát okozott az első pillanatban az emberiség kezdetekor ugye a kertben. Nézzük meg még egyszer, is, utoljára, hogy ki a gonosz oltár Tehelim 50-es, a gonosznak pedig ezt mondja Elohim, nézzük meg ki a gonosz, miért beszélsz te a rendeléseimről, egyáltalán miért veszed a szádra az én szövetségemet. Úgyhogy mindazok, akik azt mondják, hogy a parancsolatok nem, a tora, a, a, az instrukciók már nem számítanak, azoknak Zsoltárok 50 es 16-ost ajánlom. Miért beszélsz a rendeléseimről, miért veszed szárda az én szövetségemet? Miért egyáltalán beszélsz róla, vagy említed meg, amennyiben megveted az ő rendeléseit, parancsolatait? Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet. Hogyan is gondolja az bárki, hogy úgy beszél, hogy jó testamentum, hogy a tora, az egy átok, hogy, hogy, az rabság, hogy már nem kell követnünk az instrukciókat. Hogyan is gondolja azt, hogy egyáltalán beszél a szövetségéről, ezt nevezi az ő szövetségének. Ha lopót látsz, mellé adod magad, ha paráznákat, a társalkodol velük. Hiszen a törvényeket nem tartja be. A szádat gonoszságra táltod, és a nyelvet családságot sző. Leülsz, és felebarátodra beszélsz, anyád fiát és megszidalmazott. Ezeket teszed és én hallgassalak? Azt gondolod olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged és eléd besorozom azokat. Elég egyértelmű az, amiről beszél. Mindaz, aki megveti az ő rendeléseit, az ő parancsolatait, az igazság útját, a törvényt, a becsületességet, mindazok az emberek ugyanúgy törvényszegnek, és ugyanazokkal egy kategóriába tartoznak, akik lopnak, akik hazudnak, akik paráználkodnak, akik, akik plegykálnak a másik egymás mögött, és akik szidalmazzák egymást. Egy érdekes említés a brit Hadasából, az Új Szövetségből, a János 12-es fejezet 5-ös vers így szól. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? ki is az, aki beszél, ez ugye Júdás. Ez pedig nem azért mondá, mert néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcseni. És azzal, hogy ő így gondolkodik, azzal elég nagy galibát okozott, hiszen elárult a természetesen Magát a megváltót is, hiszen ilyen volt az ő mentalitása. Ő egy tolvaj volt, őt nem, és hazudott is, hiszen őt nem érdekelte az, hogy a szegényeknek adják, hanem azt akarta, hogy az erszénybe kerüljön, és aztán ő elvegye azt. Úgyhogy júdás ebben az esetben egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan gondolkozik az, aki tolvaj vagy aki lop, és ezt a bűnt elköveti. Nézzük meg Misli példabeszédek második fejezetet, ahol így szól a az igazaknak valóságos jót rejteket, az igazak természetesen azok, akik a törvényeket követik. Pajst a tökéletes járóknak. Ez ugye maga a szó, hogy megőrizze az igazságnak útját, és kegyeseinek útját megtartja. Ugye a hua vigyázza azokat az embereket, akik az ő útján járnak, akkor megérted az igazságot, mi is az igazság? És a törvényt, és a becsületességet, és minden jó utat. Hiszen a jó út az a törvény, és az magával hozza a becsületességet, ami igazságot jelent. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, a törvény az igazság, a jó út a becsületesség, az a bölcsesség, ami az elmédbe megy, és a tudomány, mindezek a dolgok, a te lelkedben gyönyörűséges lesz. És akkor halad az ember, ezen az úton. Nézzük meg még egy verset, ez pedig a Hukanon János 10 fejezet, egyes versíció. bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem más hág be, tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztor az. A pásztor az, aki az ajtón megy be, hiszen ő ismeri az utat, és eljut az ajtón át, és kivezeti onnan a juhajt. Aki nem azzal jön, ami az igazság útja, az egy rabló és egy tolvaj, aki más parancsolatokat hirdet, aki más tanításokkal jön aki azt mondja, hogy ez ószövetség, hogy ez nem érvényes, hogy ezt eltörölte, megszüntette, ezt nem kell csinálnunk, csak részben kell csinálnunk, ez ránk nem vonatkozik, ez a zsidókra vonatkozik, az mint tolva és rabló. Aki az ajtón megy be, az a pásztor. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. Akik értik ezt, azok az ő juhaik, és azokat vezetik, és azokat szólítja nevükön, és azokat hívja magához, és mikor kiereszti az ő juhait, vezeti őket, mert előttük megy. Mint a szó, a törvény, ami vezeti az embert az igazság útján. Szólítja a világból az embert, azok megértik, utána jönnek, és nem tolva és rabló, mert azt a tanítást mondja, amit az egész könyv folyamatosan, hogy a Torah az instrukciók érvényesek. Innen tudjuk, hogy ő volt a megváltó. Mi követjük őt, mert mi az ő juhai vagyunk, és ő a nevünkön szólít. Ezért megyünk utána. Nem követjük a tolvait és a rablót, az össze-vissza tanításokat, a buddhistát, a mozlimot, a spiritistát, meg az összes többit, hanem őt követjük az ajtón, ki kiereszti a juhait, és vezet minket az úton, hiszen ő a szó és előttünk megy. Mi az igazság útja? A bizonságaid, az ítéleteid, a parancsolataid, a rendeléseid, a törvényeid. Ez az út, innen tudjuk, hogy jó úton járunk. És követik őt az úton, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Aki pedig a törvények ellen beszél, vagy más tanít, attól elfutnak azok, akik ismerik az ő hangját és követik őt ezt a példázatot mondták Jahusa, de ők nem értették, mi az, amit szóval a nékik. Újra mondta ezért nekik Jahusa, bizony, bizony mondom néktek, ugyanúgy, ahogy ma sem értik a legtöbben sajnos. Hogy én vagyok a juhoknak ajtaja, mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha én rajtam megy be, megtartod, bejár, kiár, legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, ő jön, pusztítson. Azért jöttem, hogy életük legyen, bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életet ad a juhoknak. Nem csak ő az ajtó, hanem ő a pásztor is, aki bemegy, kijön és kivezeti azokat a juhokat. És aki ráhallgat, az az aki eljut a végén hozzá. Az az övé, az az, akit hív. Ő a keskeny út és a szűk kapu. A mindenható szava. Ő a pásztor, ő a mag, ő az életet adó víz, az eső. Az egész könyv róla szól. Az ő eljöveteléről szól. És arról, hogy aki más úton jön, az lop, ő pusztítsa, hazudik. Aki más tanítással jön, az nem a jó pásztor. Ezért mondja, hogy keskeny az út, és szűk a kapu. Hiszen az igazság útja az keskeny, és a kapu az szűk. És rengetegen akarnak bejutni innen-onnan, hogy eltérítsék az ember. Mindenféle téveszmékkel és tanításokkal. Az igazság egyszerű, csak nem annyira egyszerű járni rajta. Az igazság le van írva ebben a könyvben, az nem változik, az örök, nem tér vissza hozzá üresen, amit elmondott, és ő nem fog megváltozni. Egyszerűen csak követnünk kell azt, ami le van írva. Különben az, aki azért jön be, hogy lopjon, öljön és pusztítson a tolvaj, az el fog téríteni minket. Látjuk azt, hogy a ne lopja, az sokkal összetettebb annál, mint hogy elemelni valamit az asztalról, amit senki nem beszélsz. A lopás együtt jár a hazugsággal, a lopás együtt jár a megtévesztéssel, a csalással, a hízelkedéssel, a vesztegetéssel, az ajándékok elfogadásával, a lopás együtt jár a pusztítással, a halállal, és mindazokkal a dolgokkal, amiket Yahua utál, hiszen az egyik bűn magával hozza a másikat. Úgyhogy nem csak szó szerint értelemben hanem átvitt értelemben, spirituális értelemben is el tudunk követni lopást, és tolvajá válhatunk. Mindazok, például akik nem a Mindenható Szavát, az ő instrukcióit, a torát, az ő parancsolatait, rendeléseit, utasításait tanítják, az mind ennek minősül. Úgyhogy a lopás, mint a ne lopj, mint minden más parancsolat sokkal összetettebb, mint az első ránézésre tűnik. Jelenések könyve hégelő hármas fejezet, hármas verse fogjuk befejezni. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. És tartsd meg, és térj meg. Ez ugye az ő szaváról beszél, arról, amiről egész eddig szó volt. Az instrukciókról, a törvényekről, az ő útjáról, az igazságról, hogy hogyan vetted és hallottad. Emlékezz arra, amit tanított, mikor itt volt. Tartsd meg, élj úgy. Ne csak mondogass, hanem élj úgy, és tér meg, változ meg az szerint, ami le van írva. Ne csak mondogass, ne csak uh, arról legyen szó, hogy ja, én úgy gondolom, hogy jó vagyok, hogy én, én, szeretek mindenkit, én szeretem az urat, mindenkit. Tarts meg, tér meg, emlékezz, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzá. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!